Klíma és éghajlatváltozás. A helyzet forrósodik. A Föld. Hatalmas galaxisunk élettel teli oázisa, a nap körül száguldó űrhajó. Ebben az űrhajóban pedig egyre felborulni látszik a kényes egyensúly. Nem csak a hőmérséklet nő évtizedről évtizedre, hanem a szélsőséges időjárási elemek, hőséghullámok, viharok, árvizek is mind gyakoribbá válnak temérdek ember életét követelve. A Föld átlag hőmérséklete az elmúlt 30 évben csak nem egy teljes fokot emelkedett. Az elmúlt 12 év a meteorológiai mérések kezdete óta a legmelegebb időszak volt. A sarki jégtakarók mérete 27%-kal csökkent, a gleccserek felolvadnak, ami a tengerek vízszintjét is jelentősen megemelte. Évek kérdése, és például Hollandia nagy része, Velence, valamint a tengerparti városok víz alá kerülhetnek. Az üvegházhatású gázok aránya a múlt században 40%-kal nőtt a légkörben. A Föld nevű űrhajó zárt rendszerében ezek akkora változások, melyek egy emberöltön belül már életveszélyessé válhatnak az egész emberiség számára. Mire számíthatunk az elkövetkező évtizedeinkben? Mit mond a klímaváltozást már 20 éve vizsgáló, nemzetközi tudósokból álló éghajlatváltozási kormányközi testület, az IPCC? A Földön talán azt mondhatjuk, hogy 5-6 ezer ember foglalkozik ilyen jellegű kutatásokkal, és pont most, december 7-én volt egy sajtótájékoztató itt Magyarországon, azzal kapcsolatosan, hogy előkerült, vagy napvilágot látott a IPCC-nek az SREX jelentése, ami a extrémum változások várható mértékét próbálja meg számszerűsíteni, a bizonytalanságokat pontosítani, és hát elég riasztó adatok vannak ebben a jelentésben. A globális hőmérsékletemelkedés, a csapadék drámai csökkenése, az ózonréteg elvékonyodása és a környezet szennyezése miatt óránként 3 élőlényfaj tűnik el a Földről. Miután a Föld népessége most már 7 milliárdra nőtt, az anyagi fogyasztás olyan óriási méreteket öltött, hogy elfogynak a nyersanyagaink. Tehát már kezd hiány lenni kőolajból, el fog fogyni előbb-utóbb a földgáz, sőt még a század végére a szén is. És a másik oldal pedig az, hogy amit elfogyasztunk, azt meg valamilyen formába kibocsátjuk, átdolgozva, és ezzel szennyezzük a környezetet, ami hát különböző bajokat okoz. A klímaváltozás hatásai hazánkat sem kerülik el. 4 évszakunk teljes keveredése tapasztalható, s egyre gyakoribbak a hőmérsékleti szélsőségek. Mezőgazdaságunkat az elmúlt években súlyos aszályok sújtották, melyek szintén a klímaváltozás eredményei. Rengeteg gazdaság terményeinek a mennyisége maradt alul a várakozásokkal szemben, így csodorva a termelőket a tönk szélére. Földjeink elvesztik tápláló mi voltukat a kizárólag anyagi haszon alapján működő mezőgazdaság miatt. Az ilyen jellegű termelése nem fordít figyelmet arra, hogy a föld értékes anyagait visszapótolja. A gazdálkodás során keletkezett biotömeget inkább energiatermelésre használja fel, újfent széndioxidot bocsátva a légkörbe. Pedig a helyes biotömeggazdálkodás az egyik legfontosabb kulcs a Föld jövőjének alakításában. Energiatermelés ürügyén az emberiség mindent szeret elégetni. A légkör elszennyeződése miatti üvegházhatás pedig tovább és tovább emeli a Föld hőmérsékletét. A súlyosan szennyezett légkör a nap káros sugarait is jóval nagyobb mértékben engedi át. A káros UV-sugarak hatására kialakuló bőrrákos betegségek száma folyamatosan nő. Az egyik legnagyobb légszennyező Egyesült Államok lakosai közt 1930 óta 1800%-kal gyakoribb. Mit kell tennünk a napsugárzás károsító hatása ellen? Meg kell óvni bőrünket napvédőszerek alkalmazásával. A fényvédő faktoroknak a kémiai része az a pontosan a napfény hatására úgymond hősi halált hal, tehát lebomlik egy idő után. Ha valaki reggel 8 órakor bekeni magát akár 50 pluszos fényvédővel, akkor délben, amikor a legmagasabban süt a nap, akkor már nagy valószínűséggel nem részesül ugyanabban a fényvédelemben, hiszen ez alatt az idő alatt elbomlott az a szűrő, ami védelmet biztosítaná. Tehát megfelelő ritmusban mindig újra kell krémeznie magát az embernek. A visszafordíthatatlan változások eléréséig már csak nagyon rövid időnk van hátra. Az óra ketyeg, rendíthetetlenül számol vissza. A Föld nevű űrhajó legénysége még választhat. Megmenekül, vagy befejezi utazását. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?